kabátban vagyok, pulóverben, itt jövök el a korai tavasz időből, de Dubajban ezeket vetetem le végre, és mehetek a 30 fokos sivatagba, óriási lesz. Nagyon várom meg ott a bejárat a repülőhöz. Fülhallgató van, párna, takaró. Megyünk fel! Bedugult a fülem! Bedugult a fülem! Jön a szervíz. Na vajon én mit fogok kérni? Cocktail. Yes, persze. Yes. Yeah, I'm doing. Greetings from. From where? Yeah, from still Hungary. Still Hungary. Okay, from Poland. From Poland. Poland. Thank you, Master. Igen, na, és neki látod, egészségetekre. Itt vagyunk a dubai DXN irodába, és vettem egy olyan kávét, ami otthon nem kapható, ez a cordyceps-es kávé. A cordyceps kapható otthon, ez egy, és egy gomba, egy gomba, de kávés vezője otthon nem kapható, és elvileg iszonyatosan finom, és meg fogom egy kóstolni hamarosan. De most kaptunk egy ilyen 3-1-es light kávét, ezt se kóstoltam még sohasem, kaptunk kóstolót, most meg fogom itt kóstolni. We'll be right back.
kérdezték meg, hogy hol van, már voltatok? Aha. Merre van, mert ez eltérelt. Itt van. A mai program a szabad foglalkozás úgymond, és ennek kereteiben eljöttünk sétálni, megnéztük a dubai Dayson Centert, és közben most onnan sétálunk visszafele majd a szálláshoz. Itt ilyen szép, gyönyörű autókat lehet látni mindenhol. Utána lesz egy nagyon jó laktató ebéd, bár nem tudom, hogy a reggeli után mindenféle kipróbáltam, hogy hogy fogok tudni ebédelni is, és utána pedig lesz egy DXN szeminárium, 1500 DXN-es Dubajból, meg a környező országokból, városokból fognak idejönni. De jó, hogy össze-vissza elvideózgatok, nem maradok, egyfolytában beszélgetek itt a kamerába, de egyfolytában elvesztem, hogy hol vannak a többiek. Egy hosszú keresés után megtaláltam őket, ott vannak. Ezek itten busz megállok, és ki is fogom próbálni őket, ha működnek. Köszönöm szépen! Bejöttem ide, és sokkal melegebb van, annyira jó az a klíma, hogy működik. Szét izzadok, viszont láthatod, ez szauna. Jaj! A Juditot most arra buzdítjuk, hogy illegálisításba lépjen, hogy elkapják, lecsukják. Akkor autentikus. Hát egy ördöny. Indiai mix. Ádám Nicsi és az arcokos tudós. Nem tudtam ellenállni a 75%-ig popnak, ami persze kamú, de ez valamilyen indiai mix. Indiai mix. Igen. Hát három indiai tette össze. Már te még
dubai szeminárium végén. Ne! Sziasztok, most lesz vége itt a Dubajban a szemináriumnak, az első nap volt, ahol rengeteg külföldi előadó adta elő a történetét, amiről szólt, jó hosszú volt. Ami legjobban tetszett, az a olasz ember volt, aki néma és süket, és így kvalifikált erre az útra, és így lett gyémet, és így keresi a pénzét a DXN-nel, hogy nem is tud beszélni, és nem is hall semmit. És így online felépítette az üzletét, és most itt van, és elmesélte, hogy hogyan csinálta meg azt, hogy most itt lehet Dubajban ezen a utazáson. Ez nagyon buzdító volt, hogy tényleg bárki megcsinálhatja, aki meg akarja csinálni, és nem a kifogásokat akarja keresni. A kocsod azt elmesélte, hogy utóbbi 8 hónapban semmit nem csinált. Konkrétan utolsó 8 napban 2 prezentációt tartott meg, és így éli az életet, nem kell csinálni semmit. És ez ugye mennyire irigylésre méltó, mert jó, kifogta a dolgot, de azt is elmondta, hogy viszont amikor elkezdte, akkor napi 5 prezentációt tartott. Tehát ahol most tart, ott azért tart, mert az elején rengeteget dolgozott, és ez nagyon buzdító, hogy tényleg aki el akar indulni a DXN-ben, annak rengeteg munkát bele kell tenni az elején, de utána már akár 8 napban elég 2 prezentációt tartani. Ha őszinte leszek, akkor azért elmondom, hogy kb. 4-5 órán keresztül tartott, és fárasztó volt, de nagyon sok értékes gondolatot kaptunk, amiből érdemes meríteni mindenkinek motivációt. Most megyünk vacsorázni, aztán lepihenünk, és holnap meg szerintem lesz a városnézést. Sziasztok! Kaptunk gyümölcsalátát, tök jó!